Lóháton érkezett Semjén Zsolt a kézdivásárhelyi ünneplők közé március 15-én. A miniszterelnök helyettes az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóját köszöntötte a helyiekkel. Semjén a főtéren felvonuló huszár hagyományőrzőkhöz csatlakozott barna lovával. A lovas felvonulás hagyomány Kézdivásárhelyen, ám első ízben fordul elő, hogy politikusok is Lóháton érkeznek az ünnepségre. Ünnepi beszédében Semjén elmondta, azért jött Székelyföldre, hogy Magyarország köszöntését, megbecsülését és szeretetét tolmácsolja. Emlékeztetett rá, hogy a magyar parlamenten lobogó Székely zászló alól indult a Kézdivásárhelyi ünnepségre. Az eseményen felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi üzenetét és azt a román kormányhoz intézett beadványt, amelyben a Székely Szabadság Napja elnevezésű demonstráció résztvevői területi autonómiát követeltek a Székelyföldnek. Na. Ismeritek azt a történetet, hogy az ókori Athénban egy férfi fel akarta gyújtani a templomot, és fel is gyújtotta, hogy a nevét megőrizze az utókor? Nem, és se ismerem, mert az ilyen embereknek nem őrizzük meg a nevét, és nekem a Semjénről mindig ez a történet jut az eszembe valahogy. Jó. Ott most mit kell ironizálni, annyira jól nézett ki a Lóháton. Én nagyon szeretném... nagyon szeretném szalonkabátban, utcai kalapban látni minél többször Semjén Zsoltot Lóháton. Egyébként mondjuk... De nem a parlamentben. Nem a parlamentben, és egyébként nem is a parlamentben volt. Amúgy pedig azt olvastam, a Transindexről egy kommentet beidéztek ehhez a hírhez, hogy a 64 vármegye fiatal szervezete ment szekereken és lovakon ezelőtt a semjénes lovas bevonulás előtt, úgyhogy nagyon látványos lehetett ez a fellépés. Ugye, ahogy van? Eszembe jutott, de tényleg napján jutott eszembe. Mezőhegyesen jártam annak idején, ami a Monarchia egyik legnagyobb katonaló előállító helye volt. Ez egy katonaló előállító hely, nem tudom, miket mondok. Lehet, hogy Tornyán doktor megzavart. A dolog lényege, hogy ott mesélték, hogy Tornyán, amikor vidékfejlesztési miniszter volt, küldött táviratot, hogy ekkor és ekkor érkezik, a megye határnál várja őt egy lovas bandérium, és ő meg át akar szállni a kocsijából egy hintóra. És aztán Tornyán doktor megérkezett, kérdezte, hogy hol a hinta, mondták, hogy mivel 35 fok van, az előírás szerint a lovakat elvitték hűsölni árnyékba. Szóval az, hogy ezt most írtad, ezt a novellát? Nem, ez megtörtént. Az, hogy Semjén doktor vadászik, már az önmagában borzasztó lehet. És képzeld el, hogy előjön a bokorból Semjén doktor egy dupla csövető puskával, szerint ott hajtó, nem marad állva. A másik, hogy ez az ember lóra üljön. Hát azért... És hátrafelé de is fog nyirazni. Tetően, nem? Tessék? Ő tud lovagolni. Honnan? Ezelőtt honnan is tudott. Tudja maga hát, gondolom, mert hogyha vadászik... Kinézi belőle? Ne, nekem az jutott eszembe, hogy retteghetnek ezek az emberek, hogy most imponálni kell a Jobbiknak egy újabb ilyen szimbolikus, messzire szóló eseményen, hogy félhetnek, hogy mivel fogják legközelebb megbízni. Valaki lovon, belovagol kézdivásra, az még úgy, ahogy, de hogy lehet, hogy legközelebb huszáros rohamot kell intézni, vagy nem is tudom. Nekem már a következő. Valakinek le kell vetnie magát a várfokról az ászló. Ez cirkusz, de ugye a cirkusz az egy komoly dolog, mert a szórakoztatott van gondolat. Ugye, ha meggondoljuk, hogy mondjuk az állatidomár bemegy mondjuk egy tigris utánzata, vagy netán márai kifejezéssel, vegetáriánus tigrissel, ugye azt nem hiszik el. Tehát ugye itt is valami hasonló, nagyon művi a dolog, és valakit szórakoztat, de nem úgy, ahogy ezeknek a dolgoknak. El kellene érni egy csomó embert, és ami alatta van, az megálljon, és tulajdonképpen igaz is legyen. Szóval ez... Egy büszke keresztény demokrata miért nem lovagolhat? Ezt nem lovagolhat, értem. De hát jó. És ha megjöttek a fehérvári huszárok, az nem semmi, és akkor hogy volt, hogy megkefélték a lányokat, vagy mi volt? Meghágták. Nem, az a dalban van úgy, de így, nem így énekelt. Az eredeti dalban megfőzték a lányokat, legalábbis én így ismerem. De hogy főzték meg. Nekem ezt énekelték. Jaj, édes jó Istenem. Na, jöjjön a reklám, aztán folytatjuk.